Kossuth Lajos és az emigráció kérdése, avagy Kossuth-e a forradalmi szabadságharc legnagyobb árulója? Na nézzük meg ezt a történetet immáron a második rész keretei között, ami nyilván egy elsőnek a folytatása, kukancsa meg azt is, ha még ez ideig nem tetted meg. Ott tartottunk az előző résznek a végén, hogy először az áruló vád, mint olyan, Görgeire helyeződött, és ugye Kossuth a Vidini levélben fogalmazta ezt meg, hogy hát itt Görgei letette a fegyvert, nem arra gyakorlatilag használta fel a hatalmat, amire predesztinálták, és hát végsősorban ő elárulta a magyar ügyet. És akkor itt van az emigrációba Kossuth. Ugye először török földre, oszmán földre megy, látni kell, hogy hát Kossuth azért nem kapott olyan nagyon-nagyon pozitív fogadtatást. Hát már mindenki legyávázta. Egyébként Kossuth ugye, megvan erről is a hivatalos dokumentumok, egy hamisított angol útlevéle szakát leborotválván, haját oldalra fésülvén, hogy a feje búbjának kopassága is megvillant, ahogy Katona Tamás erről nagyon részletesen beszámolt, szegény elhalálozott történészünk. Ő így ment ki az emigrációban, és a török földön, hát eléggé a gyávaság vágyával illették. Szinte mindenki felmondta neki a szolgálatot. Ott van Bemapó, azt mondja neki az öreg Bem, hogy de hát kérem, Kossuth úr, hát letetszett mondani. Ott van Perczel Mór. Perczel, hát ő a renitens felmondó személy volt. Egyébként ő neki az volt az egyik fő baja, hogy hát ez hallatlan, hogy a magyar forradalmi szabadságharcok a vezetői evangélikusok. Hát Kossuth is és Görgei is evangélikus volt. Azt mondja, itt a katolikusoknak jött el az ideje, majd én leszek az új vezető. Na, az kellett volna még Perczel. De hát azért voltak mások is, most kettőt kiemeltem. Egyébként zárójelben azért is fontos erről beszélni, mert érdekes módon az emigrációban Kossuthra helyeződik sokak által a felületes, áruló, gyáva vád. Például az, hogy egy Szemere Bertalan is emigrációba ment, egy Perczel Mór is emigrációba ment. Egy Bem József. Bem József 1850-ben szerencsétlen maláriába halt meg, immáron Murád Pasa nevében Szíriában volt muszlim vezető, és őról akkor ugye rá nem megy a billog, hogy áruló volt? Nyilván nem volt az, félreértés ne essék, egy pici populistára fogtam ugye érvelésem hangszerelését, de azért azt most itt el kellett mondani, hogy megint mennyire kirekesztő ebből a szempontból a narratíván, hogy van, akire egy oldalon ráteszik, hogy áruló, a másik nem áruló. Ez Szemere Perczelben nem volt akkor ebből a szempontból áruló? Nem hullott még elég vér? Mondja Pejak István, szintén kiváló történészünk. Mindenkit marad, mindenkit kinyírtak volna. És akkor kiviszi tovább a nemzetközi színpadra a magyar ügynek a kérdését. Mert Kossuth tovább vitte. Ez elvitathatatlan, bármennyire is fájó ezt beismerni. Na és mi, hogy Kossuthot mindenki gyávaként fogadta és apostrofálta a nagy tábornokai. Mindenki felmondta szolgálatot erre Kossuthnak. Mi, ahogy ő azt mondja, hogy hát ezek ugyan már, ezek nem politikusok, ezek nem tudják összefogni az emigrációt. Majd én összefogom, de ahhoz legitimálni kell a hatalmat, hát itt mindenki nekem felmondja, a fejemre olvasó, hogy ez milyen hallatlan dolog, hogy én ott eljöttem, meg stb. Akkor ki kell azt találni, mondja Kossuth, hogy hát én igazság szerint csak kényszerítés áldozata lettem, én nem mondtam le, ki kényszerítették belőlem, hogy lemondok a tisztségemről. És amúgy is ott van a Görgei, a nyamvad. Hát megkapta a pozíciót, nem arra használta fel, amire mi rá bíztuk a hatalomnak a jogát, hogy ő döntsön a forradalomnak a továbbviteléről. Elárulta ezt a diszponálási jogot, amit ő megkapott, és elárult a magyar ügyet. Úgyhogy én leszek, aki ezt ugye összefogjom. Így indult ő neki az emigráns léte, és azt mondja mindenféleképpen Kossuth, hogy a magyar ügy az nincsen lezongorázva. A hit az emberekben él, ott van a tűznek az apró jele. Ez nem lett kioltva, mert nem az emberek
mondták azt, hogy elége már ebbe a forradalomba, menjünk haza, süssünk egy kacsát, vagy valami után zabáljunk be jól. Elég már itt. Nem. Bejöttek a muszkák, és úgy ért véget, ugye az oroszok, és úgy ért véget a háború. Tehát megvan a lelki tűz. Ezt fel kell korbácsolni. És Kossuth ezt igyekezett vállalni, ezt a szerepet, hogy ő fel fogja ezt korbácsolni, és ez a következő dolog megint egyébként a politikai, hogy is mondjam, horizontális gondolkozásának egy tökéletes tükre. Felismerte, nem megy külső segítség nélkül. Először kontinentálisan próbál szövetséges keresni, angol-francia területeken, hogy legalább szimpátia, bármi együttműködés, nagy isten, anyagi, akár katonai végsős soron, bárhogy valahogy tudjunk együttműködni. De ezek a hatalmak nem értettek egyet, ugye a magyar forradalmi szabadságharca, hiszen a status quo-nak a felborulásának a veszélyét látták benne, úgyhogy ennek a támogatására egy angol, egy francia politikum nyilvánvaló módon nem volt megfelelő. És akkor Kossuth elmegy Észak-Amerikába. Ide nem emigrál, nehogy félreértésessék, ez egy tudatos politikai út. Miért volt az? Ez egy gyakorlatilag egy fél éves kiruccanása volt Kossuthnak, nyilván az északi területekre ment, hát délen elég furcsa lett volna a jobbágy felszabadítás és a polgári átalakulásért küzdő magyarokról beszélnie, hiszen ott ugye feketék eszemben egy picikét mondjuk, hogy nem annyira humánus körülmények között viselkedtek a délie, úgyhogy ő északra ment, ugye sok területet bejárt, ezért is volt ugye 6 hónap, tehát ugye, hogy ennek a kor logisztikailag való lekezelése, mire ugye kijutott, és akkor hát tömegközlekedéssel is, meg stb. Minden, hogy bejárt a településeket, és a szónokolt a magyar ügy érdekében, baromi sok időt felemészlet. És miért ment Amerikában? Ennek két nagyon fontos oka van, amiről az embereknek túlnyomó többségének fingja sincsen, és akkor, ha lenne, viszont akkor megértenénk azt, hogy ez egy tudatos és rápolitikailag számítható és optimális lépés volt Kossuthtól. Miért? Az egyik, amikor ugye a Hazarukász trónfosztás 1849 márciusában, március és ugye április ez a folyamat, ugye főleg a tavaszi hadjáratnak a sikeres időszaka, ugye itt van az Olmützi oktroját alkotmány, és utána jön a Hazarukász ház trónfosztása, ugye amit a Kossuth, hát alapvetően a szabadságharc sikerének, tavaszi hadjáratnál vagyunk, sikerének jellegéből felbozdulván mondta, hogy hát akkor innentől kezdve Magyarország független. És akkor nem sokkal eme aktus követően a kormány más tagjaival együtt írtak egy nemzetközi felhívást, főleg itt most elsősorban Nyugat-Európa, de akár egy kicsikét ott a vizecskén, a Nagykacsaúszaton, ugye az óceánon túlra is gondolván, hogy szimpátiát tudjanak gyűjteni. A szimpátiát nem csak, hogy nagyon ügyesek vagytok, hanem egy kicsi más szimpátiára is kell itt gondolni a magyar ügy érdekében. És akkor egyedül kik voltak, akik válaszoltak? Hát az észak-amerikaiak. Az amerikai kongresszus azt mondta, hogy rendben, nézzük ezt meg, küldünk oda egy delegáltat a Magyar Forradalmi Szabadságharc földjére, és hogyha érettek a körülmények arra, hogy mi támogassuk, akkor fogjuk támogatni. Ne felejtsük el, ott vagyunk az amerikai polgárháborúnak az időbeli holdudvarába, úgyhogy az amerikaiakban ez nagyon aktuálisan él még, és ez volt az egyik, amiért ugye elküldtek egy személy, de hát mire a nyomorult odaért már, ugye bejöttek az oroszok, úgyhogy vége volt a háborúnak. A másik, az mutatom a harmadikat, tehát a második nagyon fontos dolog, hogy az amerikaiak voltak, akik az oszmánoknak odaszóltak, hogy hát azért most már az emigrációban oda került magyar személyeket, vezetőket, akik gyakorlatilag háziőrizetben voltak, így Kossuth is, engedjék szabadon, és ennek hatására is engedték őket szabadon, vállalták az amerikaiak, hogy jöjjenek nyugodtan hozzánk, letelepítjük őket, stb. Úgyhogy Kossuth ez a két tényező vonatkozásában ment az amerikaiaknak úgymond köszönetet mondani, és ha ott volt, akkor már nyilván körbe turnézott mindenhova, hogy egy kis pénzt tudjon összeszedni, ebből sok összejött, fegyvereket vett, és amikor Európába visszajött, hozta a fegyvereket is, de hát ugye nem volt meg a lehetősége, hogy újra tudja indítani a forradalmi szabadságharcot. Na, nagyon röviden így tudom egy kicsikét kontextualizálni Kossuthnak a helyét és a szerepét, tehát az vitathatatlan, hogy elbánt Görgeivel, de a politikai oka megvolt, és a magyar ügyet nézte, úgyhogy ennyit röviden üdvözöllek.